Sziasztok, Fürn Nikoletta vagyok, és ez a Vác My Life. Itt vagyunk Deákváron, a virágvarázsvirágüzletben, ahol Tóth Tíme a virágkötő mesterrel fogok beszélgetni. Tartsatok velünk! Kezdjük is a legelején akkor. Hogyan kerültél kapcsolatba a virágkötészettel? Hát az az igazság, hogy nagymamámtól öröklődik ez a virágkötészetnek a szeretete, a virágok szeretete. Ő már egész fiatalon a tulipánokkal, látiszokkal, jácintokkal foglalkozott, és hát mi, mint kis apródok, besegítettünk neki a kertben tulajdonképpen összegyűjteni a hagymás virágokat, és ő azt hordta a piacra. Ebben vettünk részt már egész 5-6 éves korunktól kezdve, és innen a virág szeretete tulajdonképpen családi vonatkozású a dolog. Ezért az embernek a vérébe beleívódik tulajdonképpen szinte anyatejjel a virágok szeretete, illetve hát attól függ, milyen közegbe kerül az ember. Miért a virágkötészetet választottad, ha már így a virágtermelésbe csöppentél bele a családba? Szerettem volna az emberek számára többet adni, örömet hozni a mindennapokba, boldogságot hozni, egy-egy olyan virágcsokor, egy virágköltemény, egy virágkompozíció megalkotásával, ami mind színekben, mind formainak nem mindennapit eredményez. Ezek szerint inkább az extravagánsabb dolgokat szereted jobban? Ha lehetőségem van, és a vásárló is megengedi, akkor próbálom az új szerű dolgok felé terelni őt, hogy próbáljak ki egy kicsit izgalmasabb és extrémebb virágokat, mind színben, mind fajta választékban. Próbálom arra terelni, hogy merjünk újítani, és merjünk megnézni másabb virágokat, mint a szegfű, vagy a rózsa, vagy a gerbera. Miért kezdtél el versenyezni? Mi indított erre? Hát nem én magam. A párom volt az, aki tulajdonképpen mögöttem áll, és ő a legfőbb kritikusom. Tehát ő az, aki tulajdonképpen a mindennapjaimat háttérországként támogatja. Én szerintem nagyon fontos, hogy egy sikeres ember mellett legyen egy olyan ember, aki mindent, az ég adta a világon mindent megold, és mindennapi életet viszi, még a másik fél az pedig tulajdonképpen meg tudja élni a sikereit. Melyik sikeredre vagy a legbüszkébb? Hát a Párizs, az Európa Kupa, Franciaország, az életem számára korona. Tulajdonképpen Magyarországot képviseltem 2012-ben az Európa-bajnokságon, 4. helyezést értem el. Hát számomra ez volt a csúcs. Ha jól tudom, akkor oktatsz is. Mi az, ami ebben kihívást jelent számodra? Miért szereted ezt a feladatkört? Hát a tanítás az egy fantasztikus dolog, egy alázattal teli dolog, és egyben a tudásomat is szeretném átadni. Azt a tudást, amit megszereztem hosszú éveken át, és hosszú időt tettem abba vele, hogy ide jussak, hosszú időt és energiát fektettem ebbe a dologba, és ezt szeretném átadni tulajdonképpen a következő generációnak. Lehet, hogy buta kérdés, de van kedvenc virágod? Igen, van kedvenc virágom, a fritillária. Ő a kockás liliom. Tulajdonképpen a liliomok családjába tartozik, és itthon is igen elterjedt. Tulajdonképpen biztos találkoztunk már vele, ha nem is vele, de a testvérével, a közönséges liliomokkal biztos találkoztunk. Ez a fritillária picit különlegesebb, ugye benne van a nevében is, több fajtája van, de a kockás lilium a fritilláriából az egy fantasztikus, mert kockás. Az
azt mondod, te kedveled az ilyen furcsa vagy extrém növényeket. Van most itt az üzletben is olyan növény, ami nem szokványos, és mondjuk így bemutatnád nekünk? Minden héten igyekszem a közönségemet meglepni valami újdonsággal, úgyhogy most is található a boltban valami újdonság. Ezt szeretném megmutatni például a pamutot, amiből a ruhánk is készül. Tehát fantasztikus, és ugye most télvíz idejét éljük, ezáltal nagyon kellemes, mert fehér színe van, olyan, mintha kis hólabdácskák helyezkednének el ezeken az ágakon. Ugyanakkor nagyon természetes anyag, és egy olyan formája a virágnak, ami szintén kerek. Tehát a kerek a folytonosságot, illetve a körkörös, a karigagyűri és a folytonosságot, a végtelenséget ábrázolja. Tehát a mi szakmában is fantasztikus, mert mi arra törekszünk állandóan, hogy a kerekre, az egységre, a folytonosságra törekszünk, és ezért ez kifejezi tulajdonképpen ez a virág. Másik különlegesség, amit szintén szeretnék megmutatni, ez a barna orchidea, amit Cymbidium amúgy a hivatalos neve, úgyhogy szintén egy olyan darab, ami egyik a szívem csücske, tehát fantasztikus. Illetve ezek a safari mixek itt, illetve itt szintén egy olyan kategóriát képvisel, ami nem mindennapi. Illetve én nagyon szeretem például a rózsaborsot is használni, a borsfélék családjába tartozik, az egy picike apró rózsaszínes. Úgyhogy sok olyan érdekes virág van tulajdonképpen, amivel szeretném megismertetni a nagy közönséget. Mert úgy látom, hogy ki vannak éhezve az újra. Tehát már meguntuk a piros szegfűt, vagy a piros rózsát, vagy a fehér szegfűt. Tehát már ezen túl kell lépni. Azt mondod, ki vannak éhezve rá az emberek. Mi volt az eddigi legfurcsább, vagy legextrémebb megrendelésed? Hát, ugye mivel most már egy szabad világban élünk, most már van olyan, hogy meleg házasság, igaz, hogy nem itthon, de már külföldön van lehetőség, és egy olyan nagy megtiszteltetésben volt részem, hogy egy fiatal fiúpárnak készítettem vanyaszonyi csokrát, illetve a kiegészítőket. Ez volt, ami furcsa volt, de mivel ők ugyanolyan emberek, mint mi, és én úgy gondolom, hogy ők ugyanolyan jogú tulajdonképpen része a társadalomnak, mint te vagy én, semmivel nem különbek, sőt vannak ilyen barátaim is, nagyon, nagyon helyesek, aranyosak, és nagyon jó dolgokról lehet velük beszélgetni. Úgyhogy nem ítélem el őket. Ez volt, ami érdekességként fölmerült a pályafutásom során. És mondjuk virágban volt valami extrém kérés, ami ilyen szörnyen nehéz volt beszerezni? Hát, ami igen, a fekete orchidea, mert már az orosz piacokon felelhető. Hát itthon nem igazán még, és ezáltal borsos az ára. De 3-4 hét leforgása alatt sikerült megszerezni. Beszéltünk már arról, hogy melyik díjadra vagy a legbüszkébb, de amióta versenyzel, hány oklevelet tudhatsz magadénak? Hát olyan 10-15 helyezést, dobogós helyezést értem el körülbelül. 2007-től versenyzem, és minden évben igyekszem megmutatni magam, megmérettetni magam pontosabban, és hát ha nem is első, második vagy harmadik, vagy első, attól függ, hogy milyen paszban van az ember, mert ugye ez egy alkotó tevékenység, és nem lehet ugyanazt a formát hozni az embernek folyton folyvást, tehát én is, mivel emberből vagyok, tehát nem egyformán teljesítek. Úgyhogy ahogy sikerül. De mindig azt mondom, hogy az akkori tudásom legjavát beleteszem, és onnantól megnyugszom.